Bemutatták Közép-Európa egyik legkorszerűbb virológiai laboratóriumát a Pécsi Tudományegyetem kötelékében álló Szent Ágotai János Kutatóközpontban, ami hazánkban példanélküli biztonsági technológiával és egyedülálló műszerparkkal segíti a virológiai kutatócsoport munkáját. Az EU-s pályázatból létrejött laboratóriumban elsősorban állatokról emberre terjedő fertőzésekkel foglalkoznak majd a szakemberek, mint például a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás, vagy a nyugat-nílusi lázkór okozója, mondta Jakab Ferenc egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője. Ez gyakorlatilag egy hatalmas méretű gőzsterilizátor, amelyben a laboratóriumban termelt mindennemű fertőző anyag és hulladék, beleértve a vizet is, és minden egyéb fertőző anyagot, munkavégzés befejeztével ide bekerül, az ajtót becsukjuk, és egy hőkezelésen, egy nagyon magas nyomáson és egy nagyon magas hőmérsékleten egy hőkezelésen megy át, tehát gyakorlatilag a kórokozókat az teljes mértékben tönkreteszi. A laboratórium működése az ott alkalmazott különleges biztonsági rendszer okán veszélytelen a külvilágra, hiszen a laborig 15 kamera rögzíti a belépőket, 3 mágneskártyás ajtón egy 7-jegyű kódot kérő kapunk kell átjutni, majd a beléptető pontnál új lenyomat leolvasó ismeri fel a belépésre jogosult személyeket. A folyosó és a belső helyiség levegője között 130 paszkál nyomás különbség van a külső levegő javára, így ha a vírusok kiszabadulnának, a vírussal fertőzött légtömeget a folyosóról érkező visszaszorítja a laborba. A laboratórium biztonságos. Gyakorlatilag a nemzetközi standardoknak megfelelően épült, sőt, azokat messze meghaladja. A laboratóriumban a Természettudományi Kar Biológiai Intézetének munkatársai dolgoznak majd, akik az egyetem orvosi karának és klinikai központjának kutató csoportjaival és a gyakorló orvosokkal is tartják majd a kapcsolatot, hogy a fertőző betegségek klinikai jellemzőit is megismerhessék és megfigyelhessék.